Sztrájkok, tiltakozások és káosz uralkodik egyre több országban. Elemzők szerint az elégedetlenség arra vezethető vissza, hogy a háború és a szankciók miatt egyre többen élnek nehezebb anyagi körülmények között. Ma már az amerikai sajtó is elismeri, hogy Brüsszel a szankciókkal nem Oroszországot, hanem éppen Európát roppantotta meg. Közben Ukrajna bejelentette, tovább emelni a Barátság kőolajvezeték tranzitdíját. Kijev ezzel akarja rábírni a kelet-európai országokat, hogy ne vegyenek kőolajat Moszkvától. Ukrajna miatt drágábban jöhet az orosz kőolaj. Kijev ugyanis a duplájára akarja emelni a Barátság kőolajvezeték tranzitdíját áprilistól, erről írt több portál. Ha Kijev terve megvalósulna, akkor a mostani már a második emelés lenne idén. A beszámolók szerint Ukrajna így akarja rákényszeríteni a kelet-európai országokat, különösen Magyarországot, hogy ne vegyenek több orosz olajat. De nem csak a tranzitdíjak emelésén dolgozik Kijev, a Reuters szerint az Európai Uniót is sürgeti, hogy minél gyorsabban vezessen be újabb szankciókat Oroszország ellen. Az ukrán külügyi szóvivő néhány hete beszélt arról, hogy szerinte Moszkvának még mindig hatalmas technológiai és pénzügyi forrásai vannak. A Rosszatomot szankcionálni kell. Erről a múlt héten beszélt a litván külügyminiszter, aki javaslatot tett Brüsszelnek a 11. szankciós csomagra, amely a Rosszatomot is érinti. Sajtóhírek szerint Ukrajna sürgetésére és Lengyelország, valamint a balti államok nyomására már készülhetnek az újabb szankciók az Európai Unió központjában. Egyelőre még nagy a titkolózás, de kiszivárgott információk szerint a 11. szankciós csomagban bezárnák az eddigi import-export kiskapukat, és szankcionálnák az embargókat megkerülő országokat. Amellett, hogy szankciós listára helyeznék a Rosszatom igazgató tanácsának tagjait, illetve megtiltanák az új szerződéseket az orosz energetikai óriással. Brüsszel arra is készül, hogy bevasalja a már bevezetett szankciók végrehajtását a tagállamokon, erről írt a Portfólió. A portál úgy tudja, Brüsszelben kineveztek egy szankcióügyi megbízottat is, mert egyre elégedetlenebbek a bürokraták. Szerintük ugyanis több tagállam nem megfelelően alkalmazza az embargókat. Arról is szólnak a brüsszeli tervek, hogy az oroszoktól lefoglalt vagyonokat egy az egyben átadják Ukrajnának. De olyan elképzelések is vannak, hogy az orosz központi bank befagyasztott forrásait befektetik és fialtatják, hogy később felhasználják Ukrajna újjáépítéséhez. Today we will present a package of massive and targeted sanctions. Final point number 5 on sanctions is oil. These sanctions are biting hard. Tavaly február óta sorra jelenti be Ursula von der Leyen az újabb és újabb szankciókat. Mára egyebek mellett korlátozták több orosz nyersanyag, valamint az olaj és más számos termék importját. Elemzők szerint a brüsszeli szankciók nem roppantották meg az orosz gazdaságot, Európában viszont elszabadították a szankciós és háborús inflációt. A kontinens gazdasága a szakadék szélén táncol, az embereket pedig az elszegényedés fenyegeti. Brüsszel mégis kitart a szankciók mellett. Az Oroszország elleni szankciók kudarcáról írt néhány napja az amerikai Wall Street Journal is. Az amerikai gazdasági lap arra a következtetésre jutott, hogy a tilalmak elsősorban a nyugati gazdaságoknak okoztak nehézségeket. Eközben Oroszország új piacokat talált Kínában és Törökországban, vagyis a szankciók vélt sikere még mindig várat magára.